Régi mesterek dicsérete. Bizony voltak idők, amikor hazánkban is szarból kellett ostort fonni, és ilyen volt bizony a háború utáni évek, amikor nem nagyon állt rendelkezésre normális anyag, különböző okok miatt azonban tetőt kellett ácsolni, lakni kellett, élni kellett, és voltak mesterek, akik ezt nagyon ügyesen és nagyon hozzáértően megoldották, és bár elsőre nagyon egyszerűnek mondhatni, akár kóklernek tűnik a munka, de nem az. Nézzük meg ezt a régi tetőszerkezetet. Ugye anyagból bárki tud jó tetőt építeni, és hogyha megnézitek, akkor itt lehet látni, hogy bizony igencsak gírbe, gurba anyagokból készült ez a tető, és mégis meg tudták oldani a mesterek. Ez itt éppen egy akácfa gerenda, amit meg se tudtak normálisan lapolni, viszont a fakötéseket mégis példásan elkészítették. Ha valamiért megrónám a régi mestereket, az az, hogy bizony ezeket a fenyőgerendákat illett volna lekérgezni, lehet, hogy talán a gazdára hagyták, aki nem volt kellően lelkes, de mégiscsak valahogy elkészült ez a tető, és mind a mai napig áll. És hogyha megnézzük, akkor egy nagyon érdekes dolgot látunk itt. Készült egy tért fal itt lent, ez a három sor tégla. Azonban a tért falba ilyen kis beton emelvényeket készítettek, mondhatnánk egy ilyen prehistorikus tértfalnak, vasbeton tértfalnak, hát hogy vas van-e benne, nem tudom, az viszont biztos, hogy ezen áll a tető. Ugyanakkor az ács kellően résen volt, és ezzel a ferde vagdúccal megtámasztotta a székoszlopot. Ugye ez a székoszlop, ami itt függőlegesen áll, igyekszem nektek ezt így plasztikusan megmutatni, és ez a ferde, ami nagyjából a szarufákkal párhuzamosan fut, ez az, amit bagdúsznak nevezünk. És ez támasztja meg a székoszlopot, utána itt látható a tető alatt vízszintesen a derékszelemen, és erre pedig jönnek rá a szarufák. Itt is lehet látni, hogy már nagyon-nagyon vékony fekete fenyőből készültek ezek a fák, és sajnálatos módon ezekbe bizony belekóstolt a kukac, a farontó bogár, és hát ez nem tesz neki jót, de még mindig áll. És ami nekem nagyon megtetszett, az, hogy az ácsmester nem bízta magát arra, hogy a köműves adott neki itt egy szerkezetet, hanem bizony itt a sarkoknál így két irányból megtámasztotta szépen ezt a székoszlopot, a csapozásokat elkészítette, még akkor is, hogyha ez egy kemény fából épült, bizonyára keserves munka volt ezt itt kifűrészelni, és ez itt gyakorlatilag egy igen érdekes csomópont, hiszen két, sőt nem mindegyik akác. Tehát gyakorlatilag akácból készítette el ezeket a székoszlopokat, itt elkészítette, hát ha a fakötést nem is, lehet, hogy talán van egy kis csapozás itt benne, de bizony, van csapozás, gyerekek, nézzétek! Elkészítette a csapozást. Itt, látjátok, itt a ácskapocs mögött. Kiválóan elkészült, a sarkot szépen összelapolta, és nem csak összeeresztette ész nélkül, hanem feltámasztotta a székoszlopra a szelement. Megpróbálom nektek megmutatni. Tehát itt van egy kis feltámasztás, itt az ujjammal mutatom, tehát ez föltámaszkodik ide, elkészült a lapolás, és hát ott az a kármű fönt nem lett olyan tökéletes, de én azt mondom, hogy még ezzel is kiegyeznék. Itt persze látható, hogy bizony a faanyag védelem az nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, hiszen látható, hogy itt bizony komoly rovarkártétel van, erre az ilyenekre oda kell figyelni, úgyhogy most már ezek úgy tűnik, hogy nem aktívak, de és ez betudható annak, hogy ide bizony egy nagyon gyenge minőségi anyag került beépítésre, tehát ezt, mint ahogy mondtam, jobb lett volna nem így csinálni, de hát ezt most már megette a csuda, ez ilyen. Ami még nagyon érdekes, hogy itt kialakítottak egy toldást, ami azért elég érdekes, de nagyon helyesen, nem közvetlenül a székoszlopnál csinálták ezt, itt, a derékszelemennél, hanem odébb, ezt mondhatjuk úgy, hogy nyomatéki nullpont,
Tehát itt lényegesen kisebb erőhatás éri a szerkezetet, mondjuk egy hevederezés azért az jó lett volna oldalról, ami megfogja. Ezzel együtt azt mondom, hogy egy 4-es osztályzatot biztos, hogy kapna a mesterember, de én még az 5-öst is megkockáztatom, mert ebből a rossz anyagból ennyire statikára érzékenyen dolgozni mesterembert ritkán lehet látni. Úgyhogy tényleg egy egyik ámulatból a másikba esek, hogy bizony-bizony ebből a gírbe-gurba akác anyagból ők kihozták azt, amit ki lehetett. A szükséges ácskapcsokat belerakták, ami szintén hasznos, és hát mind a mai napig áll ez a tető, úgyhogy azért ez jelent valamit. Nyilván egy ilyen házat megveszel, és további terveid vannak, akkor valószínűleg ezt újra kell gondolni, és azért ez a tető így sokáig biztosan nem fog tudni maradni, ezt mindenképpen cserélni kell majd akkor, amikor tényleg egy komolyabb tetőfelújítás lesz, de addig viszont nem kell bántani ezt az épületet, és itt megint megmutatom nektek, hogy itt van az a gerenda, amit annak idején úgy építettek be, hogy kifűrészelték a körkeresztmetszetű gerendából a legszükségesebbeknek a levágásával a keresztmetszetet, de rajta hagyták a kérget, és itt jól lehet látni, hogy ez a farontó bogár, ez bizony itt elfogyasztotta a fát, és csökkentette a keresztmetszetet, de amikor már száraz a fa, akkor ezek nem annyira szeretik zabálni, de majd fához jobban értő szakemberek kijavítanak. Egy igazán jó fatelep nem ad ki olyan faanyagot, amiben ekkora szíjjács tartalom van, vagyis hát a fának a külső része. De hát abban az időben, amikor mondjuk én születtem, a 70-es évek fordulója, akkor bizony ilyen fákból dolgoztak, vagy még ilyenből sem, és emiatt ezek a tetők jelentősen alulméretezettek. Ezzel együtt ez még sokáig működni fog, viszont azért egy vásárlásnál ez tud alkú alap lenni. És akkor ezen a részen volt még egy további dolog, amit meg akartam nektek mutatni. Nagyon szépen megcsinálták ilyen ferde székekkel, ferde székoszlopokkal a tetőt, és azt ott mögötte egy úgynevezett bagdúccal megtámasztották. Ezt úgy hívják, hogy dűlt székes, bagdúcos tető, és itt a két oldal között nincs is más összekötés egyébként. A szarufákat behajlás ellen ez a szerkezet védi. Egy ekkora tetőt egyébként simán meg lehetett volna üres fedélszékként csinálni, azonban a mesterek érezték, hogy ócska az anyag, és akkor inkább a biztonságra mentek, és nyilván ők még olyan iskolába jártak, amikor ezeket a fa elemeknek az elkészítését jól megtanulták, és bizony meg is csinálták. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ilyet is lehet látni, és bizony ez azt mutatja, hogy kellő tartószerkezeti érzékkel, affinitással nagyon ócska anyagból is nagyon jókat lehet csinálni. És még egyszer, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy a kömüves munka alkalmatlan lenne arra, hogy egy olyan tetőt fogadjon, aminek oldalnyomása van, mert ez a tetőszerkezet letolná innen föntről. Hopp, most bevertem a fejem, ezért kell a sisak. Tehát ez a tetőszerkezet letolná ezt a kis gyenge 12-es téglafalacskát, viszont mivel a mester ide készítette ezt a profi dűlt széket, bagdúcot, ez így teljesen jól működőképes. Öreg anyánk meg itt hagyta a seprűjét, Isten nyugtassa. Így nézett ki ez a régi világban, minden érték, fel vannak ide kötözve a dolgok, a dió is megszáradt a padláson, de hát itt most majd új élet fog kezdődni. Na, hát ez lett volna a mai szaki ellenőr, remélem hasznos volt, sziasztok, építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart!